miért nem szabad megsimogatni egy okos ember fejét? Miért? Mert vág az esze! Hát köszönöm a bizalmat. Nem tudom, ki az okos, de... Na, köszönöm szépen. Hát, örülök, hogy itt lehetek ismét. A történelem az most tényleg itt van körülöttem. Az utolsó mondatokat szokták idézni, hogy készül megírni a családunk történetét. De nem tudom, azt, hogy írjam, mert közöttünk nincs senki hős. És akkor azt kérdi az anya, hogy hát az, hogy éltünk, hogy nem tettünk rosszat senki kárára, az nem hősiesség? Ismét indulok innen, kedvenc, legkedvesebb helyemről, a Házsongárdi temetőből, egészen pontosan a kolozsvári Fellegvár irányába, illetve a Fellegvárba, ami még maradt belőle. És ismét meglátogatom a Zokogó Majom híres szerzőjének az özvegyét, Bálint Tibor özvegyét, Júliát. Miután elkészítettem vele nemrégen egy ilyen mini portréfilmet, ő kért fel rá egyébként. Azóta tulajdonképpen itt is, Kolozsváron, az itteni értelmiségek körében ugyancsak persona non grata, azaz nem kívánatos személy lettem, megüzenték nekem. Semmi baj, a lényeg az, hogy Júlia kimondta, amit ki kellett mondjon ebben a kis portréfilmben. Én ennek nagyon örültem, szinte vágatlanul adtam le, és azóta, amióta elkészítettem el ezt a kis filmecskét, visszajárok hozzá, engem szívesen fogad, és mindig elbeszélgetünk. Egy kis kávé, egy kis pálinka mellett, és sokat tanulok tőle. Aztán lehet, hogy fölveszek így a telefonommal néhány percet vele, mert kíváncsi vagyok, hogy van-e üzenete a mai fiataloknak, a mai fiatal filmeseknek. Úgyhogy, drága kolozsvári tesók, a szabad filmes megint megjött, reszkessetek, de nyugi, megyek tovább hamarosan Marosvásárhelyre, egészen pontosan holnap hajnalban, de az ottani médiatávolt fiatal vásárhelyi jószékeny legényeknek és hölgyeknek megtartsam, mert valahogy jobban szeretem őket, a még nem elrontott embereket, úgyhogy szevasztok! Még mindig nem tudták befejezni! Ez nem igaz! Még mindig csinálják! Ingyen kaptak kulcsra készen egy országot, és még mindig itt tartanak. Na jó. Azt már moshatjátok. Matyi házánál forgatnak. Vajon mit? Na mindjárt itt vagyok a Fellegvárnál. Már most kell fölkapaszkodni egy kicsit. A gyönyörű kereszt ott fönt az drága Funár úrnak köszönhetik az itteniek. Azok, akik itt élnek, tudják, hogy miről van szó. Úgyhogy, na. Kaptatunk föl a történelem hálóján. Ezek még most sem tudták kiírni magyarul. Németül sem. Angol megvan. Haladnak.
Lassan megérkezünk a zokogó majomhoz. Az igen, gyönyörű. És sikerült bebocsátást nyernem Juliához, nem volt egyszerű, és megengedte, nagyon nehéz volt, de megengedte, hogy egy kérdés föltegyek számára, úgyhogy most figyeljetek. Mi történt veled azóta, mióta kiment ez a filmed? Hát csupa jó dolog történt. Na. Egyik a másik után, de valami sorozatban. Most a legutolsó az, hogy a délvidéki műsorban is volt egy Bálint, hogy pont Bálint napkor egy bizonyos Búrján István, aki, ha jól kutattam ki, Monorban él, 71 éves, és az én hangos könyvem címszó alatt több mindent feltesz, ingyen és bérmentve, tehát nem megvásárolható, és azért teszi mindezt, hogy a gyengénlátók és vakok is tudjanak eljutni bizonyos versekhez, irodalmi művekhez. És valaki felhívta a figyelmét erre a könyvre, elolvasta, és pont Bálint napkor látom a YouTube-on, hogy Bálint Tibor zokogó majom. Úgyhogy az úr csodásan működik. Érted, és nálam nem... nagyon. Értem. És nem bántad meg ezek szerint ezt az interjút, hogy ennyire egyenesen elmondtad, amit el akartál mondani? Hát én általában nem szoktam megválni soha semmit, amit teszek. Mindennek oka van, semmi nem történik véletlenül. És különben is van, olyan szép életem volt és van, hogy semmit nem tennék másképp. De jó. Jó, és a legutolsó, hogy... Azt mondtad, egy kérdést, még egy ráadás. A legutolsó, akkor három kell legyen. Három a magyar igazság. Úgy, a legutolsó, látod, hogy járom a világot, illetve Közép-Európát és itt az elcsatolt területeket, hogy tanítsak, esetleg inspirálják néhány fiatal embert, így filmezés, stb. Kapcsán. Ösztönözzek, magyar vagy, magyarul beszél, légy szíves. Helyes. Köszönöm szépen, tanárnő. A lényeg az, hogy mit üzennél azoknak, akik esetleg, nem tudom, filmes pályára szeretnének lépni? Próbálják meg. Nagyon sok tehetség van. Itt Kolozsvárban is van tanszék, és nagyon, nagyon ügyes. Díjakat nyernek, nagyon ügyes. És önkifejezés lehetőség. Mindent meg kell próbálni, amiben úgy érzi, hogy szeretné tenni azt. Ahhoz hozzá kell fogni. Hát ezt nem hiszem el. Levettem a sapkámat. De a csüng egy itt és... jobb oldalon van. Jó, egy csüng is valami? Ez jó, itt, vagy itt csüng. Itt csüng? Itt. Hát bocsánat, ez olyan vagyok, mint egy zsidó a pajesszal. Nem. De. Olyan vagy, mint egy kakastollas csendő. Szóval lent van a földön a sportsapkám. Hát a kedves nézőm azok szerintem most... Hogy ne fázol a fejed. Igen, ne fázol a fejed. Na, sikerült akkor ezt kinyitni. Tehát most ugye Júlia asszony irodai széke. Két hete még ezen ült. Aztán történt valami. És a nagy kérdés az, hogy vajon mi történhetett ezen a széken, vagy ezzel a székkel? Az ördög megirigyelt. Mindjárt eszembe jut. Versenytársa vagyok. Az ördög nagy versenytársa vagy? És megirigyelt, mert nincs számítógépe az ördögnek. És megirigyelt. Erre mondja a kalotaszegi lovas barátom, Laci, hogy távozz tőlem, Sántán. Távozz tőlem, Sántán. Jó, szervusz, Laci, nem bocs. Ismertem. Na. Minősítettem, egyszer Bukarestben voltam, amikor 2004-ben volt a kettős állampolgárságról szóló, és akkor megdöbbentem, hogy milyen agymosott nép él Magyarországon, lehet, hogy vidéken nem, de még azok között is, akik Erdélyből mentek el. Annyira nem jut eszembe a József Attila vers, hogy fejükön másképp tapad a haj. Teljesen más felfuvalkodott, mintha érdem lenne, hogy ők Magyarországon maradtak. Semmi testvéri érzés nincs bennük az elszakadt területeken. Amit Kós Károly megálmodott, és amiért harcolt, különben magának fogom adni a kiáltó szó egy példányát.
A sajnos, hogy is volt ez, milyen utópia. Most már olyan betelepítés van, tehát annak idején Trianonban megváltoztatták az arányokat a térképeken. Most már nem kell megváltoztatni. Az utolsó gótikus templom Brassóban van. Ezzel kapcsolatban is van egy szakvélemény, hogy így mondjam, hogy ott fejeződik be a nyugati kultúra. A székely nem az, ami a mítosz, a himnusz, az nem az egyáltalán. Milyen szép? Bunkó. Bunkó. A legtöbb. Azt ismeri, hogy elmegy a gyerek gyűlölt ruhába az iskolába, és a tanítónéni nem érti. Mi történt, Katika, hogy ilyen gyűlölt? Aztán tetszik tudni, édesapám bekapcsolta a televíziót, és Ceausescu beszélt, aztán édesanyám bekapcsolta a rádiót, és ott is Ceausescu beszélt, csak a vasalót már nem merte bekapcsolni. Amikor hozzámentem Tiborhoz, nagy megrőkönyödést keltett ez az ismerőség munkatársaim körében. Én akkor az egyetemen maradtam gyakornok, meg mindenféle. Azért megyek hozzá, mert úgy érzem, hogy az Úristennek Tivivel céljai voltak, vannak, és engem eszközként használ fel ezeknek a céloknak az elérésére. És akkor ölelte át így a hátamat, Szabó Tetős, hát ha magával vannak céljai az Úristennek. Meg kell mondanom, hogy szerintem azért tart még az Úristen életben, hogy én megígértem Tibornak, hogyha befejezi az Erdély trilógiát, tehát az Okogomajom, a zarándoklás a panaszfalhoz, és a Bábel toronyháza, ami hát valóban új erdélyi trilógia, akkor meg fogja kapni a Kossuth-díjat. Fel is terjesztették 2002-ben, elég későn neki, akkor kellett volna őt felterjeszteni. Rendben van, sütőre kiverték az egyik szemét. Kányádi Sándor nagyon jól tudta magát adminisztrálni. Nem, mintha nem érdemelte volna meg, de mellettük Bálint Tibornak meg kellett volna kapnia. Nekem lett volna a feladatom, mint ahogy mondtam, csak nem tudtam, hogy hogy kell eljárni. Tehát én egyáltalán azt hittem, mert minket úgy neveltek, hogy a jóbornak nem kell cégér. Na hát ez egy nagy manna, amivel letettek bennünket, mert bezzeg, a másik oldal, a zsidók tudják. Szóval nekem kellett volna, mint ahogy más egy fiatal irodalomtörténésznek fizet, hogy írjon monográfiát, hogy tapsoljon, de hát az nem jutott eszembe, hogy valami rendkívüli dologgal megajándékozzam, hogy tehát én még szégyeltem volna is, hogy az lekenyerezés van. Én tényleg azt hittem, hogy ez a szakma dolga. Meg még valami, azért nekem itt volt a család, a két gyerek, sőt a három, mert tulajdonképpen az egyik érettségi találkozón mondtam is, hogy van két lányom és egy fiam. A fiam 52 éves, akkor épp annyi volt. Óriási sikere volt a Zokogomajomnak, az részletekben megjelent már az akkori útunkban. Hát akkor volt egy nagyon szép honorárium, és akkor én elmentem a mit tudom én Tompa elvtárshoz a pártnál, nem voltunk pártagok, hogy arra gondoltam, hogy lakás. Képzelje el, hogy egy szobánk volt, közös konyha. Hát Tibi a WC-be akart egy ilyen lappantyút tenni, amire rátelti az írógépet. Ezt meg is írta Tibi, hogy a konyhába fürüztötték a gyereket, akkor a pára, akkor be kellett menni a szobába, akkor lefeküdt a gyerek, akkor egyszer be is dobta, tényleg meg is írta, bedobta a kemencébe az 500 oldalas kéziratot. Nem hiányzott semmi, mozgalmas életem volt, nem volt unalmas. És mindig felül tudtam kerekedni, még akkor is, amikor Tibi szerelmes lett, és akkor valakiben emberim.
És éppen azt gondoltam, hát természetesen, hát én is szeretni való ember. Hát, és tulajdonképpen én nem voltam szerelmes bele. Hát akkor most valaki más... Mi? Hát itt én rendeztem meg a találkozást, mikor húzhatom, mikor jöhetek be. Részletesen mesélt nekem, és mondta, hát igazi, ilyen részletesen nem mesél, nem csak a barátod vagyok, a feleséged. Még azt is felajánlottam, hogy váljunk el. Azt mondja, nem vagyok egy operett figura, mit képzelsz? Nőt, azt mondja, de olyan barátod, mint hát milyen hülyét biztosan nem, aki megszervezi a találkát is. Soha nem tanítottam középiskolába. Azt mondta a Tibi, hogy nem is való nekem, mert megvertem volna a gyerekeket. Igen, meg az igazgatót is. Jaj! Meg voltak konfliktusaim a könyvtárban is. Miért? Valami igazságtalanságot éreztem. Pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthull nemzetünk, hogyha... Ha valaki, aki tenni tud, az elmulasztja ezt. Ahogy én elmulasztottam menedzselni annak idején a rám bízott öt talentumos tehetséget, aki nincs benne ebbe a szellemi körforgalomba, hogy mondjuk meghallgassa ne csak a melódiát a zenébe, hanem a szöveget is figyelje. Tehát akit megérint. De ehhez kell bizonyos, hogy olyan családi háttér, hogy nem minden a pénz. Mert a pénz az, amit én úgy látom, nem tudom, mert az koromnál fogva nem vagyok kapcsolatban sok fiatal, de vannak jó tapasztalataim. Hát az ortodoxiával nem lehet felvenni a harcot. Tehát ez a bigottság, ez az álkereszténység, nem lenne szabad, hát a keresztények nem, a szeretetre épül, hát olyan gyűlölet van bennük, olyan elemi, hogy szokták ezt mondani, zsigeri gyűlölet. Nem azért vagyunk magyarok, mert Magyarországon születtünk, hanem mi megszenvedünk érte, nekünk fontos, nekünk szent, nekünk kijön a könnyünk, ha nem tudom hányszor hallom a himnuszt mindig. Hát van olyan dedikáció kortársaitól, hogy Bálint Tibor 1990-ben fogja megkapni a Nobel-díjat. Hát nem is. És sőt, Csávosi is mondta, hogy tehát adós neki a magyar, hogy mondjam, irodalmárokkal foglalkozó társadalom, hogy méltó helyen vigye a köztudatba. Én született optimista vagyok, pedig háborút, mindent megéltem, de pozitív vagyok. Lesz még egyszer ünnep a világon. Erdély az egy csoda ország, és kisugárzása van. Nem véle, mindenkit megfog Erdély. Ember, küzdj, és bízva bízzál. Köszönöm szépen.